Megparancsolták, hogy tartsak bűnbánatot. De nem tudom, hogy mit bánjak meg. És nem is akarom megbánni. Az egyház erre nem áll készen. Erre nem. Titokban hivattalak, hogy vizsgálj meg bizonyos festményeket, amelyek sértik a szent képeket a római templomainkban. Caravaggio kiváló festő. 4 évvel ezelőtt súlyos bűncselekménnyel vádolták. Megölt egy férfit. Mi érdekel téged ezekben a szerencsétlenekben? Itt akarom megmenteni őket. Valódi dolgokat festett. Szajhákat? Banditákat? Az emberiség fájdalmát. Nem lehet, már várnak rám. Nem, én várok rád. Számkivetetteket. Talán szerencsétlen ringyó vagyok, de belőlem lett az Isten anyja. Az akadémián senkinek nincs szeme hozzá, hogy lássa, mit ábrázoltam. De nem versengek veled! Nem is látlak! Csak egy olyan meggyötört férfi, mint Mikéle képes ilyen remek művet alkotni. Caravaggio, mint festő, csodálatos! Az életvitele a mocskos. Az egyetlen igazság az az, ami a Szentírásban áll. Felfogtad, amit most mondtam? Mit akar tőlem? Hogy feladd a művészetet. A festészet az életem. Ezzel elvenné az életemet.